Nem sikerült. Hogy villám, villámzik, hullámzik a víz. Villámzik a hull. Vagy a húz. Sziasztok! Sziasztok! A mai darálóban egy játékot veszünk elő, a Can Drive This-t. A készítők küldtek nekem ilyen pre-launch... Nem, pre-release kulcsokat. Én meg vagyok olyan rendes, hogy csinálok róla a videót. Jó. Ez egy olyan játék, hogy az egyik játékos az autót vezet, a másik pedig közben építi a pályát, úgyhogy elég izgalmasnak hangzik. Most meg így esztivel kipróbáljuk. Mi? Meg leszek szívatva. Ja igen, igen, most ezt ül a billentyűzet oldalon, úgyhogy ő fog vezetni, én meg az egér oldalon, mert hogy elvileg egérrel kell építeni. Nem tudom, még én sem láttam a játékot. De remélem, majd helyet fogunk cserélni. Ja, kipróbáljuk majd fordítva is. Valószínűleg a start kell. Ahogy ezek játékmódok lennének, és mindegyik coming soon, kivéve az első. Hát akkor ez. Hát akkor legyen lokál. Nem ez kellett volna? De? Aha, oké. Okay. Figyelj. Figyelek. És akkor gondolom, hogyha... Berobbantam! Hát ez gyors volt. Nyomd a véd, de. Nyomjad az ott. Jaj! Ajé. Építs! Hú, hogy kell forgatni? Várjál, kell forgatni, de azt rosszul raktam oda. Az a lényeg, hogy egy bizonyos sebesség fölött mennyi, tehát alul nézd a csíkot. Tehát nem ennyi túl gyorsan, csak amennyire kell. Hallod? Nem menj túl gyorsan, csak ennyi. De miért egyel előtt? Ezt mondtam, hogy a csíkot nézzed. Jó, van. Oké. Okay. Hú, ugye ennek van valami lyuk a közepén. Jaj, nem látok én se. Én is látok sem. Miket építesz ide? Csak ezeket, kanyarodni kell, erre kanyarodj. Ezt nem tudom, hogy fog. Jaj, zsákutcát csináltam, fordulj meg a másik irányba. Nem tudsz kanyarodni, vagy mi? Miért építesz ilyen téglát? Jaj. Túléltem. Mi történt? Az a, hogy ilyen van osztott képernyő, én annyira koncentrálok a sajátomra, nem látom, hogy mit csinálsz. Mi az a gyorsulok? Itt majd kanyarodj jobbra. Oké. Okay. Mi van? Hát ha megállok, akkor egy idő után felrobbanak. 22 másodperc, figyelj. Aha, itt a pont a szondja 507, de volt már rekord 658. Háj, azt te is ki fogod. Jobbra. Balni. Majd megint jobbra. Direkt szivatsz. Nem, mert előre kell menni, két oldalt vannak ilyen bólyák azokon, szerintem nem lehet átmenni, jó vagy? De megint a falnak megy. Túléltem, várjál. Gyorsú! Egész jól lett. Bing! Bing! Az a baj, hogy egy víz... Az a baj, hogy a tócsába mész, én se látok. Tehát valahogy úgy kéne, hogy nem mész a tócsába. Júj! Zsákutcát építettem. Mint ugye visszafelé? Oké. Okay. Mi ez a köd? Nem látok. Jó vagy. Csak tócsákat kapok. És milyen a játékélmény? Hány pontot adsz rá? A 10-ből. Mondjuk a 35-ből. 15. Megkérlek. Kint ezzel visszafelé menni. Ne! Hát olyan bólyák vannak, nem tudok építeni. Hogy csak 10-et? Hát neki az annyira nem nagy élmény, de... Hát eddig csak felrobbantam nagy részt. Nem is tudom, az építés elég izgi egyébként. Hát ez egyre rosszabb. Na jó, cseréljünk. Nálam a hatalom. Na, de hát a cél, hogy minél tovább életbanra adjunk, tehát nem szivatna a másikat. Igen, az első 10 meghalásod után az lesz a cél, hogy minél tovább életbanra adjunk. Hát végig azon voltam, hogy tudjál menni, szóval ez így nem igazságos. Ott van egy rematch. Igen? Építj már! Kanyar. Aztán, várja! Ott be tudsz menni. Mit csinálsz? Építettem. Egyébként be tudtam volna menni, de... Jaj. Ha megint megcsinálta. Meg vagyok. Oké. Okay. Mi ez? Még is zsákutcát? Életben vagy még? Mert ez nehezebb ez az építés rész, mint gondoltam. Igen. Gyanás? Egyenlő. Úristen.
Herje, arra mennyi. Én meg fog dobni. Mi tudod, mint felment 20-ra a játék élmény. Elfogyott a... Nehogy fogyott el. Ne. Erre tudok menni. Az. Oké. Már nincsen túl! Mi az, hogy nincsen túl? Elég gyorsan építesz, akkor elfogy. Nem, ahogy rámegyek egy szeletre. De lehet. És akkor minél több szeletre rá kell menni. Átjöttél. Jó. Ó, bakker! Ugye begyorsultam. Arja? Életben vagy! Már megint egy ugrató, nem bírom már, elég az... Oké. Hová építem? Már megint össze-vissza. Ne, egy utat építs, tehát én azt fogom követni, de hogyha tudod, építesz mellé, akkor elfogynak egy idő után, nem tudsz előre rakni, tudod, mert nem érintem őket. És nem így legalúra, mert látszódik a videóban a tálca, amiket nem... Na, hát ez jó volt. De hová menjek? Itt. És egy késő. Oké, még meg vagyok. Merre? Majd mondjad, hogy mikor kanyarodjak. Még ne kanyarodj, most kanyarodj. Igen. Megint előre, egyenesen, most ne esem! Franzol pedig, milyen sokáig húztam! Jaj, meg két gyorsító is. Ja, jó, bebetonoztál. Mert dobott egyet a képernyőn, ahogy megdobott téged. És akkor odébb kattintottam egyet. Egyébként szerintem poén, de hosszú távon nem tudom elképzelni, hogy így... Nem kevésnek tűnik hosszú távon. Hú, ezt sem láttam. Én de semmit nem látok, hallod. Ez a csengő, ez visszalök. Milyen csengő? A csengő. A milyen csengő? Hát a csengő. De milyen csengő? Van egy olyan, hogy csengő. Dobbantó. Már meg is zsákutcát épít. Mert itt bepróbál bekanyarodni. Sikerült. Jézusom! Ah, franc! Ó, és az sikerült, meghúztam! Ezt úgy érdemes nyomni, hogy úgy... Na, akkor nem zsákutcát építeni. Nem lehet szétvenni. Jó, mennyi erre. Mi az, hogy erre? Szóval ezt úgy érdemes nyomni, hogy úgy a határ fölött mész, de nem sokkal. Tehát, hogy magadat szivatod, ha gyorsan mész. Úgyhogy lassan kell, hogy ki tud kerülni szépen az akadályokat. Ne kelljen kapkodni az építésben sem, bár így is elrontad. És nem mondod, hogy merre menjünk. Balra. Nem, nem tudom, arra láttam. Balra. Mi ez? Mert csak én kanyarok voltak, de oda már nem tudok építkezni. Hát akkor... Elkanyarodunk onnan. Forgatni, másik gomba ja. Forgatni. De tudod, hogy van forgatás? Igen. Miért? Nem labirintus kell építeni? Nem, hogy tovább lökött a golyó. Pedig én nagyon lelkesen próbáltalak nem nagyon megszivatni. Ja. Csak egy kicsit. Ja. Customize. Vehicle. Anya. Azaz. Body a... Húha. Kis busza. Így a busz. Jó, ebben jó lesz kanyarodni. Aztán van még ilyen. Nem jó offroados, csak egy Form 1-es kocsi. Jó. Na, én buszvezető akarok lenni. És a színe is vannak. Metallica Tourné busza. Potter. Nem jó, mondod. Akkor azt a jó kis tüzeset ott fent. Tüzes? Igen. Hol lett tüzes? Nem tudom. Ja, ja, úgy, aha. A másik színnek nem kéne feketének lenni, hanem fehérnek. Úgy néz ki, de teljes autó. Teljes autó. Hát de nem. Nose. Unicorn is szar volt. Ha-ha. Az igen. Deal with it. Komoly. Jó. Csokkonyag. Mi a hal? Spoiler, ajajaj. Ez mind... hát nem mondom, hogy sokat érne. Stop. Gyönyörű. Szerintem mennyi így. Jó, virág.
Én romantikus vagyok. Tök jó ez a kocsi összerakás, ez viszont tetszik. Gondolom egy idő után több lesz, meg lehet gyűjtögetni, meg láda nyitogatás. És a street. Ó, nem mondod, hogy a pályát is. Ilyen fekete a halál. Color B, az meg ez a minta lesz, ez a pattern. Aha, de muszáj ilyen mintával, de állat. Ez néz ki. Hát én nem tudom. Ez lesz. Jó, csak annyi. Scale. És lehet egy nem scale-t, nézd oda. Nonaszoros. Aztán az aszfaltnak a színe. Rózsaszín aszfalt. Nem mondod komolyan. Aztán a szélén, hogy ne piros síkos legyen, hanem kék. Jó, és tök jól összeraktam. Na. Na, hát akkor halára fel, kicsi buszvezető. Jó, ott a virág. 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 Hát milyen jól néz ki. Nem is annyira rossz, kanyarodja. Úristen, ez a busz, ez hogy megy ez a busz? Egyébként nem muszáj egymás után rakni, az jutott eszembe, tényleg tudsz taktikálni, hogyha mondjuk egy szar után kanyar... Hát én próbáltam. Még meg vagyok. Ott. Mi az a tévé? Valami, vagy rosszul jön ki. Pff. Jó vagy, nem bírok felállni. Állj fel, kérlek. Csengő. Rosszabb, mint a virág. Jöjj. Ez jó, beraktad. Vissza a tévéhez. Miért a tévé elé rakod az ugrasztót? Mihal? Oké. Hát ezt nagyon rosszul építetted. 2600. Jaja. 67. Hát hogyha odafigyelsz, meg nem nyomod tövig a gáz, meg ilyesmi, akkor tök jó. Meg vagyok, én építkeztem. Nem látok semmit. Jaj. Balra, jobbra. De hogy lehet? Hogy lehet? Hogy mindig pont az ellenkezőt mondod. Mi? Csoda? Hát így fogta magát, és hanyat vágódott. Úgy döntött, hogy alszik egyet. Eleget nyomtad. Merre? Jobban! Mi ez? Úristen! Nagyon izgulok erre, amikor építek. Nem az, hogy még... Látom a bombot! Itt nagyon lett volna a bombot! Nekimentem egy ilyen csengőnek. Milyen csengőnek? Cseng! Te rakod le! Nem tudod, mit raksz le! De hát nem, veri, milyen csengő? Szója csengő van. Ez csengő? Nem, ez nem csengő. De ez a csengő. Csengő. Igen. Gyoknalám! Raktalám! Meg vagyok! Túlélted! Jó, nyugi. Le kell lassítanom, nem szabad felgúdozni. Bal, jobbra, bal. Nem igaz. Hát ezt ki akar nyírni. Jó? Ne esd pánikba, még meg vagyok, csak építsd normális. Jó, meg vagyok. Ne, hülye csengő! Jaj, túlélted! Élvezd, hogy kihívás van. De komolyan! Na takam már! Két malopferi! Az isteni, nem igaz! Nem lehet elmenni! Ha elforgatod a malmot, hogy ne szembe legyen velem, akkor nem kell szórakoznom a lapátokat. Jobb lesz nekem. Aha! Előtt húzsz kell elkönteni. Én megmentettelek! Képernyőmúság. Nem, mamma, ne! Ez most egy 80-as skála lesz, mert ennek nincsen tört, ez egy más típusú játék. Na szó, játékmenet? Nem tudom nekem, ilyen 5. Szóval ezt így 5-öt ad rá. Annyira azért nem volt. Szerintem ötletes. Én még nem láttam ilyen játékot, ahol az egyik vezet, a másik megépíti a pályát, izgalmas. Sőt, azt mondom, partijáték. Sőt, tehát kifejezetten partijátéknak megy el, mert nincsen történet, nincsen karaktered.
várjuk, hogy előveszitek, és akkor így szórakoztok vele egy kicsit, el lehet vele hűlni. Viszont valami hiányzik bele, szerintem, hogy nagyon hosszú távon viszont nem biztos, hogy leköti az embert. Nem tudom, de látszik, hogy még nincs teljesen kész, meg vannak ott játékmódok. Szerintem 9-et adok, igen. A díszítés. Mennyire csicsás a játék? Nem tudom, nekem most jött be annyira. Igen? 1-0-tól 10-ig? Hát nem tudom, lehet neki dolgozottabb a dolog, mondjuk legyen egy 6 pont, talán. Azért annyira nem volt rossz. Nagyon egyszerű, aminek lehet az előnye, hogy akkor lehet, hogy gyengébb gépeken is elfut. Tehát tényleg nem egy GTA grafikája van, vagy... Viszont én hozzáadnám azt, hogy... De te be tudod állítani a színeket, mert a kocsit is tök jó föl lehet díszíteni. De ez már nem a hangulatodban, a kidolgozottsághoz meg? Hát nem is tudom, nem, talán ez inkább a játékmenethez passzolna. Viszont még alakíthatsz rajta, szóval. Jó, hát igen, hát pont ez van a díszítéssel, hogy most játszottuk az alappal, de igazából azt át lehet variálni olyan, amilyen tetszik. Nekem mindig az a dilemmám, hogy igazából nekem nincsenek nagy igényeim a grafikáról. Sokkal jobban érdekel a játékmenet, meg a hangulat. Adok mondjuk 8-at. Folyás a hangulat. Szerintem az jó volt. Jókat röhögtem legalábbis én is ilyen egyen. Nem most tudom, mondjuk egy 9-at. Ahogy mondtam, parti játék. Tökéletes tőle hülyülni, nevetgélni. Úgyhogy jó a hangulat, abszolút el van találva. Én is csak 9-et, mert amiatt mondtam, hogy még úgy egy kicsit hiányosnak érzem. Na jó, kidolgozottság. Hát ez még szerintem nagyon látszik, hogy készítés alatt van. Voltak benne bugok, igen, amiben így belefutottunk, hogy így át tudtál menni, de igazából van valahol a kocsi, és így ráépítesz, akkor mi van? Mondjuk ezt szerintem úgy kéne megoldani, hogy ne lehessen odaépíteni a kocsival, de ez csak egy ilyen apróság. Hát nem tudom, egy 7-et adok rá. Meg valószínűleg majd a játékmeneten is dobni fog az, hogy látszott, hogy lesznek még plusz játék stílusok. Nem volt kényelmetlen irányítani az építést, a vezetést azt egy kicsit igen. Ugye, mondtam. Az nehézkes volt, mert nem tetszett, hogy visszapattant a falról. Csak időnként voltak ilyen irracionális mozgások. Na jó, legyen 7. Szóval ez volt a Can Drive This. Nekem tetszett, abszolút pozitív volt. Lehet, hogy egyedül vagyok, még több pontot is kap. Tehát én húztam le a játékot. Igen. Szóval én csak ajánlani tudom. A kézikönyv óvjon. Sziasztok!